Az első demokratikusan elfogadott európai alkotmány születésének 230. évfordulóját ünnepelték hétfőn Lengyelországban. A házigazda, illetve Ukrajna és a balti államok elnökei az Európa biztonságát befolyásoló kérdésekről is tárgyaltak. Korábban Litvánia és Lengyelország is kritizálta Oroszországot imperialista politikája miatt. Az érintett országok miniszterelnökei közös feladatuknak tartják, hogy a nyugati országokban is tudatosítsák az Oroszország által jelentett fenyegetést. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök szerint a fehér orosz és ukrajnai helyzet javulása mutatja, mennyire reális a Moszkvával szembeni nyugati politika. Ez sajnos egy különösen érzékeny terület az orosz imperialista politika szempontjából, amit hangsúlyosan ki kell mondanunk. Ezért támogatjuk az ukránokat és a belaruszokat a demokráciáért folytatott küzdelmükben, a szabadságharcukban. A kereten kialakult helyzet javulása a mi realizmusunk mértéke is egyben, mondta a lengyel kormányfő. Litvánia miniszterelnöke nem számít csodára az orosz irányváltás ügyében, míg a litván elnök arról beszélt, hogy országa nem ismeri el a Krím annektálását. Az Európai Unió és Oroszország viszonya az utóbbi időben évtizedes mélypontra jutott, a többi között a csehországi kémbotrány és Alexej Navalnyi bebörtönzése miatt.